Alla telefonata seguirono altri contatti e poi un incontro nel mio ufficio. Szerdán mutatták be a Vatikánban a 6. pálterem tetején elhelyezett napelemrendszert. Giovanni Lajoló bíboros, Vatikánváros kormányzóságának elnöke és a Nobel-díjas olasz fizikus Carlo Rubbián jelenlétében. Vatikán városállam mindig figyelemmel fordult a környezet egyre sürgető problémái felé, amelyek az egész bolygót érintik, olvasható a hivatalos közleményben. Ez a figyelem az új napelemrendszer által vált valósággá, amely lehetővé tette a rendszer megvalósítását közel 5000 négyzetméter felületen. Az így termelt energia bekerül a vatikáni elektromos hálózatba, és részben fedezi a 6. pálterem, valamint a szomszédos paloták energiafogyasztását jelentős energiamegtakarítással és a környezetszennyezés csökkentésével.